A Sárrét Kincse gyógyfürdő előtti téren megtartott gasztronómiai rendezvény évről évre egyre több főző csapatot és látogatót vonz. Ebben az évben 34 csapat sürgött forgott a bográcsok körül. Mindenki igyekezett megmutatni azt, hogy hogyan is készül az igazi kakaspörkölt. A legtöbben valamilyen kakasos ételt készítettek, de akadt olyan csapat is, melynek tagjai a jól bevált csirkepaprikást vagy épp birkapörköltet, lecsót készítettek. A rendezvény ezúttal is kiegészült a pálinka főző versennyel, mely szintén nagy népszerűségnek örvend a fesztiválon. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Bodó Sándor, a térség országgyűlési képviselője is. Emlékszem arra a néhány évvel ezelőtti történetre, amikor azon gondolkodtunk az akkori városvezetéssel, hogy kellene valamit kitalálni, ami Püspökladányhoz kötődik, ami Püspökladány gasztronómiáját jellemezheti, és hát úgy csapkodtuk a homlokunkat, mert hát már sok mindent elfoglaltak, ugye. Vannak itt barátaink Arcagról, akik kiváló birkafőzők, Isten értesse őket is, szomszéd településeken káposztás ételek, szóval van itt már mindenre példa, és akkor villant fel a szikra, megmondom, nem az én fejemben, hogy legyen kakas főző fesztivál. És hát a kakas a Mercato az egy olyan világ, egy olyan üzenet, amire mindenki fölkapja a fejét, hiszen itt a jelenlévők nagy többsége szerintem büszkén állíthatja magáról, hogy falusi gyerek, és a mi világunkban, a mi gyermekkorunkban bizony a kakas, az dísze volt az udvarnak, és amikor eljött az az idő, hogy jobb létre szenderült, akkor bizony bográcsban vagy üsben kötött ki. És hát ez jól is volt így, mert ilyenkor nem csak a finom ízek jelentek meg, hanem az a harmónia, az a családi baráti összeköttetés is, ami összetartotta azt a közösséget. Vagyis ez a szegény pár, aki hajnalban kukorékol, nem is tudta, hogy igazából milyen társadalmi küldetése van, összefogott egy családot, összefogott egy baráti kört. És most már mondhatjuk azt, hogy itt Püspökladányban nem csak a családi baráti kört, hanem a város jó embereit is összefogja. A rendezvény ünnepélyes megnyitóján Tóth Lajos, Püspökladány polgármestere is köszöntötte a csapatokat és a megjelenteket. Nagyon örülök annak, hogy immár 9. alkalommal lehetőségünk van egy ilyen korábban városi, most már mondhatom azt nyugodtan, hogy járási, illetve térségi rendezvényt megszervezni, illetve ennek a lebonyolítását megvalósítani. Nagyon örülök annak, hogy ahogy az előbb említettem, nem csak Püspökladányból jelentek meg a főzőcsapatok, hanem a környező településekről. Sanyi általában említettem Karcagról, de vannak itt Debecenből, Tiszafüredről, és hallom máshonnan is jöttek. Akár Biharból, akár Békésből is vannak itt vendégek, ha nem is főznek. Nagyon örülök annak, hogy egyre terebélyesedik ezen fesztivál, ezen rendezvény látogatói köre, és bízom benne, hogy a későbbiekben még többen elhozzák a hazai, a saját helyi ízeket is ide. Azonban nem csak a gasztronómia volt a középpontban a fesztiválon. A szervezők minden korosztálynak igyekeztek kedveskedni a programokkal. Ugrálóvár, kézműves foglalkozás és pónilovaglás is várt a gyerekekre. A nagyobbak a kirakodó vásárban is szétnézhettek, de volt itt egészségügyi szűrés és íjászkodás is a nap folyamán. A színpadon pedig helyi és vendég művészeti csoportok adtak műsort, valami nóta és operett slágereket is hallhatott a közönség. A 9. Kakasfőzőfesztivált a Neoton Familia nagy koncertje zárta le.